győzelemhez erőllét, gyorsaság és taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a KNH Bank. Dönts okosan. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Lépést tartunk élete ritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. Hé, kisfiam, hozd a nehéz tüzérséget! Nem azt! Bevásárolni megyünk! Úszkálsz a pontokban? Mutatom, hol kösd el! Az Esport egy piacán találsz friss profilskineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért! Addig is, csatlakozz az Esport egy közösséghez! Kellemes jó estét kívánunk mindenkinek, hát azért csak elkezdődik ma is, ugye a KNH MNEP Simliga iRacing negyedik játéknapja, ugyebár, hát volt egy frissítés, ugye az iRacingen belül is úgy tűnik, hogy egy kicsit komplikáltabb volt a helyzet, mint ezt gondolom a fejlesztők is gondolták volna, de a lényeg, hogy végül sikerült mindent helyre rakniuk, és gyakorlatilag a szerverek is készen állnak az 1.67-es update után, hogy ugye, hát végül is elindíthassanak egy jó kis versenyt. Jobban mondva, ugye a prekvalifikációs időszakot illetően 24 játékosnak lesz majd lehetősége arra, hogy a Road America Full Course nevű pályán előbb egy időmérőt teljesítsen, aztán pedig ugye egy 20 perces, majd egy 40 perces futamot is ugye végigmenjen. Hozzáteszem ugye a második futamot illetően, majd a legjobb 10-nek a sorrendjét megfordítjuk. De még mielőtt ebbe belevágnánk, nem vagyok egyedül, jobban mondva. Itt van velem Bereznai Dániel is. Szia Dani, köszöntelek! Senki nincsen egyedül, mindenkivel ott vagyunk, és ott vagyunk, köszöntöm én is minden kedves nézőt. Ez a 13. hét, minden 13. héten az iRacingben, vagyis ez nem a 13. hét, ez valószínű a 39. pont. Az a lényeg, hogy 13 hetenként az iRacingben, nem tudom honnan számítva, hova számítva, de ha jól tudom, mindig ilyen gyakorisággal jönnek frissítések, amik főleg kicsit az autó irányítás fizikájába, a beállításokba és a gumimodellbe szólnak bele, ezek közel minden autót érintenek, így a GT3-as autókat is, és amúgy pont Kis Norbival beszéltem, és mondta, hogy van változás, kicsit más, hogy melegszik a gumi, de nem óriási, nem jelentős, viszont ezen az estén nem feltétlenül a legtöbbet gyakorló leggyorsabb fog nyerni, hanem aki ezekhez az új körülményekhez a legkönnyebben alkalmazkodik majd. Valószínűleg egyébként így van, hiszen ugye eredetileg 19 órakor rajtolt volna el, vagy jobban mondva kezdte volna meg az időmérőt a mezőny, és hát valószínűleg a játékosokat is egyébként megzavarja. Gyorsan meg is kérdezném, Dani, hogyha bármilyen olyan probléma üti fel a fejét, ami gyakorlatilag mondjuk a versenyt eltolja, tehát gyakorlatilag a versenyzőknek várakoznia kell, azért az megterhelő lehet. Sokan azt hiszik, hogy ez igazából nem számít, hogy most éppenséggel egy órával előbb vagy később játszol, de azért mentálisan szerintem felkészültnek kell lenni az ilyen szituációkra. Igen, én nem szeretek várakozni amúgy, és sajnos pont a Forma 1 e-sporton nagyon-nagyon sokat kell várni, hogy ott nem akarok csúnya szavakkal élni, és azt mondom, hogy milyen fejedlenség megy, de itt ez a Nemzeti Simliga 100-szor pontosabban indul el, mint a mi versenyénk. Mondjuk ez igazi élőben van, mi meg állélőben, ez a probléma. Lehet, hogy kellene az az élőnyomás a szervezőknek, de van olyan, amikor ilyen 2,5-3 órás késésekkel tudunk valamit elindulni, mert ez nem jó, az nem jó, ez reklamál, ez nem jó.
stb. Nyilvánvalóan ez egy nagyon bonyolult a közvetítés szempontból, de azért lehetne ügyesebben, és én például megmondom őszintén, ebben talán nem vagyok annyira erős, hogy vagy izgulok is, de közben meg unatkozom is nagyon, és ilyenkor ki tud kerülni a ritmusból az ember, és jó, itt most van egy 20 perces időmérő, és sokat lehet próbálkozni, de számít az, hogy ki milyen hamar kapcsol vissza, és az első köreitől kezdve mennyire gyors, és mennyire tudja feszegetni a határokat, ugyanis így építheti fel a legjobban az időmérőjét, és így érheti el a legjobb eredmény, de például nálunk a Forma 1-ben ugye van Q1, Q2, Q3, és mivel kevés gumikeverék áll rendelkezésre, végtelenszer kimernek gyakorlatilag a versenyzők, ezért spórolni kell, és a továbbjutásért gyakorlatilag egy darab körrel kell bejutnod, ha az időmérő végén is esélyt akarsz, és az bizony tényleg jelentős kihívás. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog visszaköszönni, akár nem csak az időmérőn, de még az első versenyig átnyúlóan ez a hosszú várakozás a játékosok teljesítményén. Jó is, hogy mondod egyébként ezt, mert igazából az eddigi időmérőket alapul véve ugye Tóth Dávid kétszer tudott győzedelmeskedni, és miközben Kis Norbi ugye megnyerte a legelsőt még Watkins Glenben, és hozzáteszem azt is, hogy nagyon kevesen múlt sok esetben, tehát volt, amikor csak 33 ezred volt igazából a különbség a két autó között, ez legutóbb igazából a Red Bull Ringen történt meg, akkor Tóth Dávid Kis Norbit előzte meg igazából ennyivel, és hát itt is pont ez a fajta különbség, ami igazából megteremtheti azt, hogy kiindulhat az első vagy éppen a második rajtkockából. Külön érdekesség egyébként, hogyha az első versenyeket veszük alapul, tehát még nem a fordított rajtrácsos történetet, akkor ha Kis Norbi nyert az időmérőn, akkor behúzta a versenyt, ha viszont Tóth Dávid, akkor ő mind a kétszer ugye győzedelmeskedni tudott. És apropó Tóth Dávid, ugye ne felejtsük el, hogy ő az egyetlen, aki eddig többszörös futamgyőztesként állhat most ugye majd a rajthoz. Négyszer sikerült eddig győzedelmeskedni, és legutóbb a Red Bull Ringen ugye mind a két futamot megnyerte, és hát mondjuk azt, szerintem nem is titok, hogy hihetetlenül jól áll, ugye a tabellán 160 pontot sikerült gyűjtenie, miközben Nanis Richard a második 140-nel, és aztán Kis Norvi a harmadik 135-tel, és aztán van egy kis lemaradás, Szabó László 119-nél jár, miközben ugye már lehet, hogy egy picit elcsúszott, mert Leitner Norbert egy picit hátrébb van sorolva, de elvileg neki 114 pontja van, úgyhogy ő lesz majd az ötödik. És hát itt azért látszik, hogy bár négy futamot nyert, 20 pont előnye van, szerinted ez mennyire megnyugtató ilyenkor egy versenyző számára, Dani? Hogy azért valljuk be, hogy ugye mindenki pontot kap, tehát gyakorlatilag, hogyha nem szúrja el valami über brutálisan ezt a mai napját, akkor ma még nem feltétlenül lehet behozni, de azért oda kell figyelnie mindenképpen. Szerintem minden versenyző Tóth Dávid helyzetébe szeretne kerülni, és biztos, hogy ebben a bajnokságban ő a favorit. Azt már a bajnokság első fordulóján is elmondtam, hogy alapjából véve ő Magyarországon a legjobb i-ratinggel rendelkező magyar, szóval bajnokságot is favoritként kezdte, tavalyi bajnokságot is megnyerte, most is ő áll a legjobban, de a motorsport sokszor fordulatos, és a szóvicceim is azok, ugyanis ahogy mondtad, hogy kis lemaradás, Tóth Dávid mögött, kis lemaradás Norbert. Ez na, ez az új neve. Ez engem is meglepett, megmondom a frankót, úgyhogy dolgoztak a processzoraim, de végül is megoldották a dolgot. Hozzáteszem egyébként, hogy egy olyan meglátásom is jött, hogy ugye az Esport 1-nek adott egy interjút Tóth Dávid, és azt mondta, hogy legnagyobb ellenfelének egyébként Leitner Norbertet és kis lemaradás Norbertet tartja, viszont ugye Danis Richard van a legközelebb a pontokat illetően. Belülről néha egyébként van olyan, hogy az ember nem feltétlenül méri ezt fel jól, hogy ki az, akivel versenyezhet, vagy pont ezért izgalmas, mert sose tudni, hogy ki az, aki esetleg oda beférkőzhet igazából az elit mezőnybe. Danis Richardról nem sokat beszélünk, pedig kéne, ugyanis tényleg nagyon közel van, ő van a legközelebb, de nem volt nagyon kiugró teljesítménye, hanem mindig csöndesen meglapul és szerzi a dobogós helyezéseket, ami szép meg jó, de a kommentátorok ezek fölött gyakran elmennek, de most megemlítjük. Valóban igazából ez, ha csak a pontokat nézzük, nem is Leitner, meg nem is Kis Norbi és Tóth Dávid harca, hanem egyelőre csak pontállás tekintetően, ez Danis Richard és Tóth Dávid harca, de azért inkább Kis Norbira is ráfókuszálunk, ugyanis
Sokszor ők kezdik meg az első két rajthelyről a versenyeket, csak mindkettőjükkel történt azért már bal szerencse. Az idei szezonban ugye Kis Norbival nagyobb, Ausztriában igaz a második futamon elkövetett a rajtnál ő és egy hibát, de Ausztriában az első futamon kilökték, és a spái hétvége volt az, amikor akár vezethette volna is a bajnokságot, de nagyon sok pontot bukott azzal, hogy laggolt egy kicsit a játék, és ő nem ért hozzá egy autóhoz, de a játék szerint hozzáért, és akkor kapott annyi büntető pontot a játéktól automatikusan, ami után kizárták az adott versenyről, 20. helyre rangsorolták vissza, és mivel a második verseny fordított rajtrácsos, de csak az első 10-et fordítják meg, ezért azt a versenyt is 20. helyről kellett megkezdenie, szóval egy ilyen apró hibával megmozdulása, ami technikai okokra is visszavezethető, gyakorlatilag két versenye ment a kukába, és hát még egyszer Magyarország legjobb iRacing játékos ellen, ez nem egy tökéletes stratégia a győzelemre. Valóban, és majd mindjárt hozzáteszek egy kis érdekességet is a dologhoz, miközben egyébként az időmérőbe kukkantunk kis majd bele. Kis érdekesség? Így van, úgyhogy ma szerintem sziporkázni fogunk mind a ketten, mert szerintem minket is feldobott, hogy végül is a várakozást követően azért ezen a festői elhelyezkedésű pályán azért mégiscsak megkezdődhet, ugye, főleg az időmérő. Igen, hasonlóság van a Magyarország, illetve a virtuális Amerika között. 10 perc van természetesen még az időmérőből. Hozzáteszem egyébként Danis Richardhoz visszatér, vagy a legjobb eredménye egyébként ugye Spában született, amikor a fordított rajtrácsos versenynél a második helyet szerezte meg. Emellett egyébként van három harmadik helyet, tehát végül is ezeket a dobogós helyezéseket viszonylag konstans tudja szállítani, és ahogy Dani is mondta, sokszor ez a konstans teljesítmény, ez abszolút kifizetődő lehet. És hát ugye a vérmérsékletet illetően pedig Kis Norbinál azért láttuk, hogy belemegy olyan szituációkba, ami nem kellene, és amellett, hogy a játék rögzíti egyébként azt, hogy ki, hogy miként szabálytalankodik, vagy éppenséggel veszélyezteti az ellenfeleit, és regisztrálja ezeket a büntetéseket, amellett a versenybíróság, akik ugye húsvér emberek, folyamatosan pásztázzák ezeket az eseményeket, és itt történt, hogy Watkins Glen után igazából Ulrich Tamást és Varga Pétert figyelmeztetésben részesítették, sőt, Varga Pétertől igazából 5 pontot le is fontak, méghozzá ugye az első verseny 9. körében történt események miatt, amikor is nem hagyott elég helyet, és gyakorlatilag kicsit leszorította úgymond ellenfelét Varga Péter, illetve a már említett Spa-Francorchamps utáni történések azt eredményezték, hogy Danis Richard, illetve Kis Norbert is figyelmeztetésben részesült, úgyhogy a lényeg, hogy amellett, hogy tényleg a játék azért igyekszik minden egyes momentumát figyelni, és ezeknek a játékosoknak azért egy keretet szabni, hogy mit szabad és mit nem, vagy ha éppen amit nem szabad és azt csinálják, akkor azért lesújt rájuk. Emellett azért a versenybíróság is bizony megnézi azért azokat a kérdéses eseteket, úgyhogy nem marad semmi igazából figyelmen kívül, ami abszolút jó dolog. Ettől függetlenül én azért szerintem elmondhatom azt, meg talán meg is egyezhetünk abban, Dani, hogy Kis Norbi azért szerintem nem fog alább hagyni, mármint az adrenalin szintjét illetően ezektől a szituációktól való tartózkodását figyelembe véve, mert hogy neki kelleni fognak most már nagyon a pontok, és hogyha bajnoki címre pályázik, akkor nincs más választása, mint még keményebben versenyezni, abban pedig benne lehetnek azok a helyzetek, amiket már láttunk eddig is. A pályabemutató videóban, miközben valaki ott a háttérben füvön, elmondtam, hogy talán ez a versenynaptár legnehezebb pályája, rengeteg kuplival, bukóterek gyakorlatilag nincsenek, itt is egyből sóder fű, Csikós Dominik is szélesre futott, kicsit kitolta az autó orrát a túl nagy kanyar bemeneti tempó miatt, és rengeteg láthatatlan kanyar, ahol érzésre, ritmusra kell menni, szóval tényleg a legnagyobb kihívásra jár talán ez a pálya az egész versenynaptárban, és a második leghosszabb, Spánál mindössze egy olyan 10 másodperccel rövidebb köridőket, 10-15-20 másodperccel inkább. Na, Spában ilyen 2.30-akat mentek, akkor 13 másodperccel lassabbak jelenleg egész precízen a köridők, és lényeg, ahova ezt ki akartam vezetni, az az, hogy ezért van az, hogyha bal oldalra tekintenek a kedves nézők, ezen a pályán látjuk
eddig messze a legnagyobb különbségeket. Voltak olyan helyszínek, mint például a múltkori Ausztria, ahol az első 20 közel egy másodpercen belül volt, de 2 másodpercen belül a mezőny legnagyobb része együtt volt, és most kapásból Kis Norbi és Tóth Dávid között 4/10 különbség van Kis Norbi javára. Egy fantasztikus kört ment, úgy tűnik, ezen a pályán a kétszeres Európa-Magyar kamion versenyzőn, ugyanis itt ezen a pályán rengeteg időt lehet nyerni és veszíteni. Hát a legnagyobb kihívással rendelkezik tényleg, és ezek az időeredmények is szimbolizálják. Az utolsótól az első 5 másodpercre. Nagyszerűen összefoglaltad. Egyébként én közben azt vizsgáltam, hogy ha minden igaz, akkor 22 versenyzőnk lesz, viszont egy picit abban a tekintetben változik itt az összeállítás, hogy például Lukács Attila és Zseli Ákos, valamint Fecske Tamás azok a versenyzők, akik lehetséges, hogy amiatt jutottak be, hogy a prekvalifikációból vannak olyanok, akik esetleg vagy nem tudták megvárni, vagy nem tudták esetleg ugye a mai napon igazából végül is teljesíteni az időmérőt, illetve a futamokat. Ennek ellenére Zámbó Balázs, illetve Óvad Márton is teljesen új versenyző. Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak jó néhányan, akik esetleg bizonyíthatnak. Hát egyelőre ők találhatóak a mezőny végén, de azért láttunk már arra példát, hogy valaki újoncként igazából valami szépet és jót ért el. Például Rós Andrásra is érdemes odafigyelni, aki ugye a legutóbbi verseny napon hát jelent meg, úgyhogy azt gondolom, hogy most is egészen elképesztő tőle, hogy az első 10-ben ott van. Meglátjuk. Egyébként ugye Kis Norbinak szerintem nagyon fontos lenne ezen a versenyen legalábbis, hogy pole pozícióból rajtoljon. Hozzáteszem, egyébként akkor adódik is a kérdés, miközben Simon Tamást és az ő Lambóját láthatjuk, aki egyébként ugye ezt az autómárkát mondjuk úgy, hogy feltette az iRacing-es bajnokság térképére, hiszen minden ugye a BMW-ről szólt, viszont legutóbb azért a Red Bull ringen gyönyörűen versenyzett, főleg a második futamot illetően. Szóval visszatérve arra a dolog, hogy itt a rajt vajon mennyit jelenthet, Dani? Ezen a pályán azért vannak hosszú padlógázas szakaszok, szóval lehet majd előzni. Nyilván fontos a rajt, ha főleg, ha gyorsabb vagy, akkor felesleges abba a kényelmetlen helyzetbe kerülni, hogy előzni kelljen, hanem ha például Kis Norbi most megszerzi a pole pozíciót és jól elrajtol, onnantól kezdve diktálhatja a tempót. Szerintem a bajnokság szempontjából a második verseny lesz megint csak a fontos. Nem nehéz előzni annyira ezen a pályán, viszont tényleg beláthatatlan, szűk, nincsenek nagy bukóterek, ha valaki rossz hívre kerül, és esetleg a fűre kisodródik, kiterelik, nem tapad be úgy az autója, vagy összeér a másikkal, és megsérül emiatt a járgány, az rengeteg időveszteséggel, pozícióval és ponttal járhat majd, és közben Kis Norbi autójába ülünk most be egy körre. 2 kanyart vett be eddig, most a 3. egyenesben van. Ez a pálya leghosszabb padlógázas szakasza, és egy nagyon erős lejtős féktáv, egy bal kanyar, és innen fontos a jó kigyorsítás felfele a hegyre, és itt nem látjuk a csúcspontját a következő balosnak, amikor már el kell kezdeni fékezni, és amikor felér az autó a hegytetőre, teljesen elkönnyül, Norbinak is apró kormánymozdulatokkal bele kellett nyúlnia, hogy ne veszítsen teljes mértékben stabilitást. Egy újabb lejtős féktáv következett. Ezek a féktávok azért nagyon trükkösek, mert sokkal hosszabb ideig tart, mint ahogy az ember azt gondolná. Türelmesnek kell lenni, hogy lassuljon az autó, ugyanis a gravitáció ilyenkor ellenünk van. És ez a pálya, és a versenynaptárunk leghosszabb egy kanyarja, ez a jobbos, gyakorlatilag a végtelenségbe nyúl, egy teljes visszafordítás. Ez meg azután egy közel padlógázas, vagy ha jól eltalálják időmérőn, akár padlógázas jobbos kanyar is, és egy újabb hosszú padlógázas szakasz, ahol szintén szélárnyék hatásával lehet előzni, főleg a belső ívra, mert megint csak azt tudom kiemelni, hogyha valaki kívülről nagyon erősködik, és a fűre, a sóderre kiterlik, akkor nagyon-nagyon sokat veszít vele, szóval minden támadónak és védekezőnek azért megfontoltan kell viselkednie. Az utolsó szektorra már eléggé túlmelegednek a gumik, látszik, hogy nagyon-nagyon a határon táncolt Norbi, és egy óriási hegyet kell megmászni, majd itt a hegytetőn átszeli Norbi a célvonalat, és
kettő másodperces köridőt fut, amit most nem látom pontosan, hogy javítása vagy sem az eddigi időkülönbség Tóth Dávidhoz képest, az 390 ezeret volt, és ez a különbség most is ugyanannyi. Szóval ha csak nem javítottak mindketten ugyanannyit, amit kérlek, akkor Norbi nem javított, de Dávid sem. Azt gondolom, hogy nagyon szépen bemutattad egyébként a pályát, hogy mi az, amire érdemes egyrészt a versenyzőknek figyelniük, meg hát természetesen a nézőknek is. Nekem azért nagyon gyorsan feltűnt az, hogy sok esetben azért azt láthattuk, hogy akár hárman is elférnek esetleg egymás mellett az aszfalton. Itt viszont nagyon kevés helye lesz annak a versenyzőnek, aki előzni akar, és ahogy te is mondtad, egy pici hiba itt akár duplán megbosszulhatja magát, hiszen rögtön a fűre, vagy éppen pont, hogy a falba csapód a játékos. Azért itt talán kétszer is meg kell gondolnia majd egy-egy játékosnak az előzés, nem? Igen. Hát szerintem annak ellenére, hogy ugye a hosszú egyenesek miatt könnyű, annak ellenére kockázatos. Talán az egyik legkockázatosabb. Miközben véget ért igazság szerint ugye az időmérő, szépen le is telt ugye az a 10 perc, kis Norvi tehát megszerezte a pole pozíciót, és majdnem 4/10-del utasította maga mögé Tóth Dávidot, Danis Richardot és Rós Andrást, akiről ugye beszéltem, hogy ő a második versenynapon is mondjuk úgy, hogy debütált, és ott volt, és azóta egyébként egyre másra igazából javuló teljesítményt tud bemutatni. És hát úgy tűnik, hogy az első hármas az, aki valóban a pontversenyben is az első hármas, és hát majd meglátjuk, hogy az első kanyarokban igazából mennyire lesz esetleg Tóth Dávid agresszív, mert azt gondolom, hogy bár egyértelmű, hogy nagyon jól rajtol, tehát az eddigi versenyeknél ez lejött, de ha valakinek van úgymond lehetőség egy picit türelmesebben kell játszania, vagy van lehetősége egy picit higgadtabban terelnie az autóját, akkor az talán mindenképp ő lesz majd, hiszen tényleg 20 ponttal vezet, és ugye 25 ponttal, hogyha ugye kis Norbival szemben nézzük az előnyét, és hát Norbinak meg természetesen az lenne a feladata, hogy minél hamarabb igazából el tudjon húzni, de hogy mennyire sikerül majd tetemes előnyt szerezni, az majd kiderül, minden esetre az idő eredményeit, az időmérőt tekintve az egészen elképesztő. Hogyha jól néztem itt az elmúlt időszakot, akkor Watkins Glen volt hasonló, akkor is 372 ezeredet vert úgymond Tóth Dávidra, de emellett egyébként az időkülönbségek azok elenyészőek voltak, 1-2 tizeden belül mozogtak, úgyhogy ez mindenképpen így megfűszerezi ezt a dolgot. És akkor nézzük, mert ha minden igaz, akkor pillanatokon belül elrajtol a mezőny. És neki is vághatnak a 20 perces versenynek, nagyon szépen jön el Norbi, miközben Tóth Dávid, mint hogyha egy picit beragott volna, ez pedig lehetőséget adhat Danis Richardnak, hogy bemenjen mellé, de vajon az első kanyarnál sikerül-e megelőznie? Mint hogyha ő lenne előnyösebb helyzetben, de aztán a kigyorsításnál Dávid szenzációsan jön el. Danis Richard nagyon-nagyon fair volt, a többnél is több helyet hagyott Tóth Dávidnak, pedig a belsőben én már úgy gondoltam, hogy övi a pozíció. Norbi maga biztosan rajtolt el, és amúgy, hogy a pontállásról beszéljünk egy kicsit, a 25 pontos előny Tóth Dávidnak Norbihoz képest azt jelenti, hogy a hátralévő 6 futamon, ha mindegyik futamon csak második lesz, akkor is egy ponttal ő a bajnok Norbihoz képest, akkor is, ha Norbi minden futamot megnyer. Természetesen azért nem ilyen egyszerű a dolog, de látjuk, hogy ha ilyen szépen és okosan versenyez, nyers tempóból Tóth Dávidnak eddig nem volt olyan hétvégéje, hogy a második helyezés ne lett volna meg könnyen, szóval ha innen nézzük, akkor tényleg nagyon-nagyon jó pozícióban van. Ugye Danis Richard még ott lohol mögötte, kicsit közelebb is, mint kis Norvi, ugye 20 ponttal van mögötte, de őt általában meg az időmérőn rendre elveri, szóval Danis Richardnak pályán kéne őt megelőznie ahhoz, hogy pontokat szakítson rajta, és ahhoz, hogy Danis Richard beleszóljon a bajnoki küzdelembe, nem lehet három autónyi helyet hagyni a külső éven, mint ahogy most ezt tette az első kanyarban. Övé volt a pozíció, ki kellett volna ott fékeznie szerintem Tóth Dávidot. Egy autónyi helyet hagyhat a rázókövön, vagy ennyi, de ő gyakorlatilag hagyta magát visszakörbe autózni, miközben a rajtnál Isten azért kezét nyújtotta Tóth Dávid elleni harcban.
Közben azt nézem még itt meg, hogy igen, ugye Dan és Richard is valószínűleg egyébként azért is egy picit óvatosabb, vagy engedékenyebb, mert ugye őt már figyelmeztették, tehát lehet, hogy ez azért nem hat szabad erre igazából gondolni a játékosokra. A gangster élet választ minket. Nagyon szépen eljött a mezőny, amúgy a háttérben sem láttam semmilyen balesetet, viszonylag egybe vannak, bár itt pont Leitner Norbi után ő van az aranyszínű BMW, aranyfekete M4-ben van egy kisebb leszakadás, egy ilyen 2 másodperc, pont a Lambo az, aki ugye a második bolyt vezeti, kimond Tamás versenyzésével. Norbi egyébként nagyon szépen, ahogy mondtad, elugrott egy picit, több mint 1,5 másodperccel vezet, és egy néhány másodpercig egyébként azért úgy tűnt, hogy Tóth Dávid lehet, hogy nem akar itt belemenni ebbe az adókapokba, de most már ő is, mint hogyha egy fokkal azért komolyabb tempót diktálna. És hát kérdés lesz, amit te is említettél, hogy a frissítés hatására mennyibe kell, vagy mennyire kell majd ezeknek a versenyzőknek változtatni esetleg a vezetési stílusokon, hogyha a gumik egy picit jobban tényleg megmelegszenek, vagy a tapadás kicsit másként működik, mert azért ennek hatása lehet, még ha nem is feltétlenül erre a 20 perces futamra, mert azért ez nagyon hamar el szokott telni, és itt is inkább az első 10 perc volt mindig is olyan, amikor tényleg kiadtak magukból 120%-ot, és akkor ment az adok-kapok, hanem talán majd a 40 percesnél ez jobban látszik. Minden esetre az már most feltűnik, hogy kis Norbi, hát erre a versenyre nem tartalékolt semmit, hanem úgy volt vele, hogy most vagy soha alapon ezt a futamot, ha más nem, meg kell nyerni, és valami őrületes tempót diktál. Így van, Dan és Richard, kíváncsi vagyok, hogy meg tudja és meg fogja eltávadni Tóth Dávidot. Ugye nagyon-nagyon trükkös az látni, hogy ki a gyorsabb, mert sok helyzetben elő nehezebb menni ugye, mint hátul. Hosszú egyenesekben ugye az első nem kap annyi légellenállás, vagy szélárnyékot. Itt Úrlik Tamás vette nagyon lassan a kanyart, vagy valami nagyon érdekes helyzet volt ez, de viszonylag messzebbről hátulról eltalálták és belepörgették a falba. De akkora tempókülönbség volt a két autó között, hogy nehezen tudom ezt felróni a hátsó haladó versenyzőnek, nem tudom, hogy ez mitől és hogy alakulhatott ki. Egy pillanatra egyébként úgy tűnt, mintha elindult volna a hátulja az autónak, lehet, hogy túl sok volt. Mindez magától történt csak mondva, amikor mögötte voltak? Szerintem lehet, hogy egy picit túlságosan nagy gázzal ment be abba a kanyarba, és gyakorlatilag megcsúszott, vagy kicsit elindult a hátulja, és ahogy ő tovább csúszott igazából a mögötte haladó játékos, nem nagyon tudott mit csinálni, miközben Dan és Richard egyre komolyabban gondolja azt, hogy mivel ott van Tóth Dávid mögött, centiméterekre ezért lassan eljön az az idő, hogy meg fogja próbálni a világbajnoki, vagy hát a bajnoki szezon, vagy tabella élén álló versenyzőt megelőzni, mert neki is azért valljuk be, hogy nagyon fontos lenne, hogy te is említetted, versenyben megverni a Tóth Dávidot, miközben egy picit hátrébb egy jó kis négyes fogatot láthatunk. Rózs András, Sinka Dániel és Szabó László. Dávid jó néhány apró hibát elkövet, viszont arra gondosan ügyel, hogy a hosszú padlógázas szakaszok előtt ott elég gyors legyen, és elég jó legyen a kigyorsítása, és egyelőre Dan és Richard nem került semmiféle támadási pozícióba. Az utolsó szektor végén és az első szektorban, az első három kanyarban, első három egyenesben kell olyan közel lenni a másikhoz, amilyen közel csak lenni lehet. Az első ötben, aki a legközelebb van az előtte haladóhoz, az most Sinka Dániel, aki Rózs Andrást követi, és látjuk, hogy itt az egész szélegyenes, egy nagy szélárnyékos lehetőség, de azért nem annyira közelednek ezek az autók, itt nincsen mindenféle mesterkélt, nyitható, állítható hátsó szár, mint a Form 1-be, és Rózs András védekezik, és Sinka Dániel a külsőben megpróbálta, de ott nincsen meg a kellő tapadás, és
Most mivel ők ezzel mindketten időt vesztettek, a védekezéssel meg a támadással, Szabó László nevető harmadikként bemegy Danis Richard mellé, össze is érnek ketten, ahogy Sinka Dániel kicsit visszazárta Szabó Lászlóra a kaput, és most Szabó László nagyon-nagyon jó pozícióban van a belső íven, és mögötte... Ki jön mögötte? Leitner Norbert mögötte szintén a belsívről próbálkozott. Sinka Dániel támadt, de elvesztett egy pozíciót, és most már Norbi ellen kell védekeznie. Leitner Norbertről pedig azért tudjuk, hogy ő az élen szokott autókázni, de most úgy tűnik, hogy itt beragadt a hármas mögé. Szabó László és Sinka Dániel van ugye előtt is. Sinka Dániel egyébként futamgyőztes, ő az egyetlen egyébként, aki ugye Tóth Dávid és Kis Norbert mellett még futamot tudott nyerni. És hát itt meg megnézhetjük a visszajátszást, ahogy szépen, igen, betett oda Sinka Dániel mellé Szabó László az autóját, kérdés nélkül. Ilyen az egyébként, amikor el vagy foglalva az előtted autókázóval, aztán a mögötted lévő beköszön, hogy hello, köszönöm szépen a helyet. Norbi egyébként nem tudta kihasználni, pedig számára is volt néhány pillanat, amikor nagyon be tudott volna kukkantani, esetleg egyik vagy másik a versenyző társa elé vagy mellé, de lehet, hogy egy picit ő is inkább úgy volt vele, hogy óvatosabb lenne. Sinka Dániel most nagyon-nagyon közel van Szabó Lászlóhoz, azért nekem úgy tűnik, hogy ebben a bolyban ő a leggyorsabb, csak nem jött ki neki annyira jól a helyezkedés, de elképesztő, hogy annak ellenére, hogy mennyire közel van, alig közeledik. Megmondom őszintén, van egy olyan érzésem, hogy ebben a frissítésben nem csak a gumimodell, de egy kicsit a szélárnyékot is módosították, ugyanis ez nekem minden eddiginél gyengébbnek tűnik. Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy csak pont olyan autók vannak egymás mögött, ahol mindig a hátsó neki kicsit kisebb a végsebessége, magasabb szárnyálással és légellenállással megy. Beállítások terén ugye megvan azért a versenyzők szabadsága, és pont a szélárnyék hatása csak kompenzálni tudja a légellenállás többletet, de nem nagyon közelednek egymásra. A második futam nagyon-nagyon küzdős lesz, ha a leggyorsabbak egy szép pozícióba fel akarnak jönni a 8-9-10. helyről, és előznének Szabó László magától hibázik, az ideális híven ment Sinka Dániel, nem is tudta őt megtámadni, de ennek ellenére lecsúszik az ívra, valószínűleg a külső rázókövön vagy blokkolta a kerekét, vagy szimplán túl későn fékezett, és Sinka Dániel köszöni szépen, visszaszerzi a pozíciót, és aki ennek az egésznek a legjobban örült, az Rós András, mivel őt eddig támadták, viszont az elmúlt két körben nyugodtan autókázhatott. És itt látszik a visszajátszása, zöld autót kell majd figyelni, ahogy későn fog fékezni. Itt kiteszi kívül a rázókőre, nem látom, hogy blokkolt volna a kerék, egyszerűen elképesztően késő volt a féktáv, és még majdnem az előtte haladó negyedik helyen álló Rós Andrást is eltalálta. Lehet, hogy azért csúszott le ennyire, mert egy kisebb kikerülő manőverbe is belekezdett már. Én is azt néztem egyébként, hogy szerintem ott még vagy elvette a gázról a lábát Szabó László. Aha, itt majdnem sikerült felszarvazni az előtte haladót, és szerintem ezen ő is meglepődött, hogy muszáj volt egy kicsit korrigálnia. És hát ilyenkor ez nagyon drága mulatság, mert hogy most jelenleg egy helybe került számára. Sinka Dániel pedig köszönte szépen az ötödik helyről, akkor most még jobban lehet nyomni a gázt, és rá akar tapadni Rós Andrásra, aki ugye nem tudott meglépni ettől a kis bolytól, annak ellenére, hogy ott a mögötte lévő srácok azért elég komolyat vetélkedtek. Leitner Norbert meg nem tud közelebb kerülni hozzájuk. Ezt a hosszú várakozást, ezt amúgy lehet, hogy Tóth Dávid nem bírta annyira, ugyanis ugye az időmérőn is jelentősen lassabb volt, a verseny elején is inkább őt támadták, mint hogy ő támadott volna, de ha az alsó csíkon nézik a kedves nézők az időkülönbségeket, ahogy végigmegy a mezőnyön az időszámláló, úgy látni fogjuk, Tóth Dávid fél másodpercen belül van Kis Norbihoz képest, miközben Szabó László a külső ívről próbálkozik Sinka Dániel ellen, de az egy olyan lehetőség volt, ami sosem volt lehetőség, ugyanis nagyon el kellett volna rontania ezt a védekezés Sinka Daninak, hogy őt azért ilyen könnyedséggel azon az íven körbeutozzák. Szóval Tóth Dávid fél másodpercen belül Kis Norbi, az is Danis Richard két másodperce van lemaradva Norbitól, szóval kicsit fordult a kocka, és most talán
Davidszette össze magát, és a verseny utolsó néhány percében még akár támadhatná is Norbit, de hát látjuk, hogy minden eddiginél nehezebb az előzés, annak ellenére, hogy ezért vannak hosszabb egyenesek. Ez számomra nagyon érdekes. Valóban erre nem nagyon volt példa, hogy itt négy versenyző is igazából hosszú-hosszú percekig, meg több-több körön át igazából oké volt, köztük azért csetepaté, meg történt pozícióváltás, de ahhoz kellett egy egyéni hiba is, de ennek ellenére egyik meg másik versenyző sem találja azokat a pontokat, pedig elképesztően közel vannak. Most már Rós András mögött ott van, Sinka Dániel tolja le a pályáról. Na, Sinka Dániel szerint vérszemet kapott, és úgy volt vele, ha már ugye ajándékpozíciónak ne nézd a fogát, azzal, hogy ugye Szabó László elé lépett, bár ő is beletaposott a gázba, és most egymás mellett haladnak, és megfogja egyenesbe erőből. Úgy támad, hogy elrontja a kigyorsítást, és elmegy mellette Leitner Norbi is. Sinka Dániel gyors, Sinka Dániel támad, és ketten megelőzik, és megpróbál jól kigyorsítani. És hozzáér Leitner Norbi autójához. Nincsen végsebessége, nem tudom milyenek az autó beállításai, nem tudom, hogy rajtnál kivel ért össze, hogy sérült meg, hogy gyorsít ki körről-körre ennyire rosszul, de nagyon-nagyon gyors. Látjuk, hogy talán ő a leggyorsabb, maga biztosan támadta megint Rós Andrást, a negyedik helyre mehetett volna, és megint úgy válogatta meg a helyezkedését, hogy nem csak megtámadták, ketten kikerülték a hosszú egyenesben. És hibázik! Megint lecsúszott igazából az ívről, vagy hát egy kicsit későn fékezett. Neme kezdenek elfogyni például a gumiai, ez is érdekes része lehet a játéknak, de egyelőre talán nem feltétlenül, mert azért itt még tudja tartani igazából a tempót az előtte haladókkal. Bár egyébként ezen négyes fogat mögött kicsi lemaradásban jönnek még ketten, az egyik Simon Tamás lesz biztosan a fehér Lamborghini-ével, itt meg nézhetjük a visszajátszást, hát ez Sinka Dánieltől ugye, igen, nagyon ambíciózus volt, de azért itt nem volt arra lehetősége igazából, hogy bárkit is megfogjon. Leitner Norbert pedig, hát nem tudom, hogy ezzel megkezdheti-e a felzárkózást, mert egyszerűen, hogyha nem hibázik ott valaki előtte, akkor nem tud előrébb lépni. És ahogy közben pedig mondtad, itt meg az élmezőnyt láthatjuk, és Norbira egyre inkább közeledik Tóth Dávid. Lehet, hogy lesz még csata azért az első helyért. Igen, ez a 4-10-es távolság még kicsit sok, de láthatni, hogy azért a szélárnyék dolgozik, és folyamatosan csökken ez a távolság, hogy haladunk előre az egyenessel. Összességében ilyen 2,5-3 tized másodpercre kell lenni egy ilyen hosszú padlógáz a szakasz elején, hogy valódi támadási lehetőség kínálkozzon, és Norbi megint az első kanyart nagyon szépen vette be, és nagyon-nagyon jól gyorsított ki. És közben Simon Tamás Csikós Dominikhoz képest elveszít egy pozíciót. Nem láttuk pontosan, hogy, de eddig Tamás a 8. helyen volt, és visszaesett a 9. helyre a Lamborghinivel. De ugye ez a második versenyen egy második rajtpozíciót jelent számára majd. Előbb még egyébként itt mögötte haladt, úgyhogy lehet, hogy ez pont fordít, egy előzési próbálkozás volt, és akkor egy ideig sikerült megfogni a 8. helyet, csak aztán végül is megtartani nem tudta. Ez egy jó kérdés igazából. Majd ez elválik. Ilyenkor egyébként tényleg lehet, hogy már érdemes arra gondolni, hogy mi van majd a rajtrács esetében, hogyha megfordítják. Tóth Dávid pedig komolyan elkezdett azon gondolkodni, hogy ezt a versenyt a Road Amerikán még nem kéne sútba dobni, mert lassan igazából Norbi feltartja. Így van, és az a 2,5-3 tizedes távolság az itt van, bár ez most pont nem egy elég hosszú padlógázas rész a részére, és azért nagyon-nagyon nehéz követni az elettet haladót, és pont az utolsó szektor, ami után ugye van a két hosszú padlógázas szakasz, az a legtechnikásabb. Ott a legnehezebb követni a másikat, szóval azért a pályatervezők nem könnyítették meg az előző dolgát, mert az egy dolog, hogy a pálya ezen részén közel vagy a másikhoz, de itt pont ugye
nem nagyon lehet előzni, és itt kéne nagyon-nagyon közel maradni ahhoz, hogy lehessen, és Tóth Dávid nagyon-nagyon szűkén fordul, és nagyon-nagyon jól gyorsít ki az utolsó kanyarból, és Kis Norbi már behúzódik a jobb oldalra, ugyanis egy jobb kanyar következik, és ez jelenti számára a belsőbe, és Tóth Dávid közeledik a boxfal mellett, haladnak 270 km/h, Dávid a külső íven nem tudja ott tartani úgy az autóját, mint például azt Danis Rihárd ellen a rajtnál tette, és Norbi tökéletesen kivédekezte ezt a támadást, és ügyelt arra, hogy azért innen is jó legyen a kigyorsításra, ugyanis itt még van egy újabb hosszú padlógázas szakasz, itt közben meg történt egy előzés. Rósan egy visszajátszást láthatunk, bár egyébként de jó lenne most igazából az élmezőnyt látni. Így is van, mert hogy Tóth Dávid még egyszer meg fogja próbálni, de hiába. Külső ívről sem fogja tudni megfogni, és egy picit, mint hogyha összeértek volna, aztán megint kivág, de külső ívről újra. Szinte most már lehetetlen helyekről is megpróbálkozik, látványosan gyorsabb, mint Norbi, aki pedig frenetikusan védekezik egyelőre. Azt nem mondom, hogy ez a bajnoki címért folyó csata, hiszen ez még abszolút nem dönt semmiről, de az biztos, hogy Norbi szempontjából nagyon fontos lehet, hogy megőrizze az első helyét. Bekopogtatott egy pillanatra. Az első 10 percben, hogy ez a verseny így beindul, Norbi maga biztosan vezetett, gyakorlatilag nem történt pozícióváltozás a pályán, és Tóth Dávid kegyetlenül elkezdett támadni ezt a hajrát, ezt a lehető legjobban tiszteljük tőle, hogy megelégedhetne ezzel az előnnyel a második helyen. Elmondtam, hogyha mindig második, már akkor is bajnok, ha Kis Norbi ellen folytott küzdelmét tekintjük figyelembe, viszont egy igazi versenyző, és még ha már most a kezében lenne a cím, akkor se adná ezt fel. De hogy akar ő második lenni, ötszörös utamgyőztes szeretne lenni, itt a KNTM-nem Simliga iRacing első szezonjában, ami teljesen érthető, hiszen most is a végére én nem tudom, melyik zsebéből halászta elő ezt a tempót, de gyilkos, amit egyelőre bemutató Dávid. Mondjuk azért azt hozzáteszem, hogyha valakinek kötélből vannak az idegei, akkor az Kis Norbi. Ebben biztos vagyok, és egyelőre gyönyörűen tartja meg igazából az első helyét. És mögötte is csodálatosan versenyzik egyébként Tóth Dávid. Ez az utolsó kör! De ettől függetlenül itt még szerintem Tóth Dávid meg fogja próbálni, mert miért ne tenni? Benne van az, hogy valahol el tud menni, megpróbál nagyon rövidet fékezni, és külső ívről be tud menni Norbi mellé, és összeütköznek, de tudja folytatni a versenyt, miközben így egy picit, minthogyha lélegzetvételhez jutna Kis Norbi, el tud szakadni majd fél másodpercre ellenfelétől. Van-e még kraft ebben a lila BMW-ben vajon? Innentől kezdve már nem lesz sok támadási lehetősége, elég képesztő, milyen mélyet fékezett Tóth Dávid, és megpróbálta körbeautózni Kis Norbit, de Norbi nagyon-nagyon hamar kapcsolt és oda is tette az autóját, ahova kell, a belső íven övé lehet az ideális ív, és kiterelheti ugye az előtte haladót. Itt látszik a visszajátszás, itt Tóth Dávid hát lehetetlen tempót próbált átvinni a külső íven, de az volt az egyetlen esélye, ugye az előző körben, amikor kicsit összeértek, akkor ugye Dávid inkább korábban fékezett, Norbi ugye belülről kicsit ilyenkor túlcsúszik a kanyaron, nem tudod eléggé lelassítani az autót, különben körbeutóznak. Lényeg a lényeg, hogy Tóth Dávid akkor aláfordulással próbálkozott, hogy visszavág a belső ívre, és a következő kanyar is egy ballos, és ugye mellé gyorsít Norbinak, és akkor úgy megszerzi a pozíciót, azt Norbi agresszívan még a szabályok határain belül levédekezte, most egy alternatív megoldással próbálkozott, második versenyen remélem ezt még látjuk, ezt a duót csatázni, mert ezek az utolsó körök fantasztikusak voltak, de leng a kockát, zászló, Kis Norbi beér az első helyen, Tóth Dávid a második, Danis Rihárd a harmadik. Az eredményeket pontosan pont nem látni, de Sinka Dániel, Rós András, Leitner Norbi, ott vannak a... Igen, valószínűleg egyébként... Kapu Lászlóval együtt a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik helyen,
Itt Szabó Lászlónak. Pontosan, Szabó Lászlónak sikerült tehát Rós András tégül megelőzni, a Leitner Norbinak azonban nem, Sinka Dániel pedig, mint ahogy Csikós Dominik is megőrizte a 7. 8. helyét, Simon Tamás 9 és Varga Péter a 10. helyen futott be, és egyre jó ezt látni, hogy 25 ponttal vezet Kis Norbi előtt Tóth Dávid, ennek ellenére belement a csatába, nem ült a babérjain, nem arra gondolt, hogy neki ez a második hely tökéletes, hanem, sőt, hogyha egy picit azt vesszük alapul, hogy megfordítják a rajtrácsot, akkor gyakorlatilag ezzel ebből a szempontból még jobban is járt, hiszen Norbi előtt lesz majd ugye ott az első 10-ben. Úgyhogy érdekesség, hogy tényleg a csata, az csata a két fél között, és tényleg, én csak szuperlatívuszokban tudok beszélni ezekről a versenyzőkről. Nem csak akik élen haladnak természetesen, hanem akik mögöttük is teljesítik folyamatosan a köröket, de amit Tóth Dávid és Kis Norbi most is művelt, az biztos, hogy egy következő szint, és talán tényleg neked lesz igazad, Dani, és nehezebb jóval előzni, úgyhogy a valódi izgalom amellett, hogy tényleg egyébként Dávid nem volt este és belement egy, nem is egy olyan helyzetbe, amit azért már-már fizikailag is az ember megkérdőjelezne, hogy egyáltalán ott lehetséges-e az előzés. Szóval, hogy most, hogy a mezőnyben kell majd igazából nem csak egymásra figyelniük, hanem úgymond a gyengébb képességi versenyzőket lehagyni, vagy úgymond ugye a forgalomban egy csomó tényezőre még külön odafigyelni, na ez adhatja meg igazán a pikantériáját a második futamnak. Igen, ennyire második versenyt még nem vártam, mint ez, ugyanis eddig azért nagyon könnyen és hamar fel tudtak zárkozni az élmenők, és folytatták az elől folyó küzdelmüket. Most viszont szerintem nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz, és remélem, annak ellenére, hogy mindkettőjüket szeretem és szurkolok neki, hogy sem Kis Norbi, sem Tóth Dávid nem rajtol nagyot, hanem ne a rajtnál előzzenek mindenféle baleset, meg kikerülése, meg ilyenek, hanem nem rajtnál is maradjanak szépen hátul ott a helyük, és onnan a 40 perc alatt küzdjék fel magukat, mert akkor az biztos, hogy az utolsó méterig nagyon-nagyon jól fogunk szórakozni. Ugye nagyon fontos ezt tudni, hogy most ugye Kis Norbi gyűjtött 30 pontot, de azért ne felejtsük el, hogy Tóth Dávid is 26-tal gazdagodott, miközben Danis Richard ugye a virtuális dobogó legalsó fokát egyébként megint elhozta, tehát a konstans teljesítmény az ott van, tehát 24-et azért ő is szerzett, és igazából, hogyha jól számolod, 5 pont különbség volt Danis Richard és Kis Norbert között, és ugye Kis Norbi így most gyakorlatilag előzött, mert ugye ha minden igaz, akkor 6 ponttal többet szerzett, tehát most jelenállás szerint ő a második, és egy minimális hátrányt azért faragott Tóth Dávidhoz képest is, és hát valóban itt azért egy-egy helyezésnek is, hogyha a matematikát nézzük, akkor nagyon fontos lehet majd, de azért valljuk be, hogy ilyenkor versenyzői fejjel nem gondolkozik az ember, hogy például nekem jó-e a 6., 5. vagy 4. hely, hanem ami belefér, azt ki kell hozni, vagy ahogy haladunk előre, és egyre kevesebb van hátra, szerinted annál inkább jár ez a fajta matek is a fejekben? Szerintem azért jár a matek a fejekben, legalábbis az én fejemben szokott járni az ilyen helyzetekben, ugyanis ez azért egy nagy presztízzel rendelkező bajnokság, komoly a díjazás, és ugye az első az 250 000 forintot bezsebelhet, szóval a büszkeséget ilyenkor le kell, hogy győzze a racionalitás, és nyilvánvalóan maximalizálni kell az eredményeket, de ahogy halad a bajnokság, egyre kevesebb és kevesebb kockázattal, és tényleg izgatottan várom, hogy így a dupla osztrák hétvége, a dupla osztrák győzelem után ez az első olyan verseny hétvége, ahol már tényleg egy jelentős előnye van Tóth Dávidnak, hogyan áll hozzá ezekhez a fordított rajtrácsos futamokhoz, rajtaikhoz az előző hétvégékhez képest. Azt gondolom, hogy nem csak Dani, hanem én is, és valószínűleg a nézők is tűkönülve várják, mert ez a következő 40 perc majd egészen elképesztő lehet, így hogy a legjobb 10 sorrendjét ugye megfordítva állnak majd a versenyzők a rajthoz, azonban egy kisebb szünetet azért tartunk, fújnak ugye a versenyzők is, de ígérem, tényleg nem sok, és aztán jövünk vissza, folytatjuk, mert ugye hát Amerikában egy óriási második futam következik majd hamarosan.
És taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a KNH Bank. Dönts okosan. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal, és fedezd fel a következő kedvencedet. Lépést tartunk életritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. Hé, kisfiam, hozd a nehéz tüzérséget! Nem azt! Bevásárolni megyünk! Huszkálsz a pontokban? Mutatom, hol kösd el! Az Esport 1 piacán találsz friss profilskineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért! Addig is, csatlakozz az Esport 1 közösséghez! K-
Köszöntünk újra mindenkit, folytatódjon tehát a KNTHM NEP Simliga iRacing első szezonjának negyedik játéknapja, méghozzá ugye a fordított rajtrácsos futammal. És ennek apropóján ugye, bár Kis Norbi megnyerte az előző futamot, ő majd a tizedik helyről vághat neki, ugye az amerikai pályának, a Road America Full Course-nak, és hát ugye előtte ott lesz Tóth Dávid, aki ugye a második helyen zárt, illetve ami ilyenkor nagyon fontos, hogy Danis Richardnak most azért tényleg róla nem volt szó, de azért neki is egy egészen nagy lehetőség hullott ezáltal az ölébe, hogy mind a kettejük előtt ott lesz, és hozzáteszem, hogy most igazából az a mezőny, akin át kellene majd rágniuk magukat, ugye őket is azért nagy részt láthattuk itt az első futamon, hiszen Rós András, Szabó László, Sinka Dáni és Leitner Norbert is, hogy mondjam, azért elég masszívan vezetett abban a tekintetben, hogy nem adták könnyen a pozíciójukat, úgyhogy nem csak az lesz majd nehéz igazából, hogy arra figyeljenek gyakorlatilag, hogy igazából ugye ne veszítsenek sokat, vagy egyáltalán a mezőnyben, illetve versenyben is maradjanak itt a Kis Norbiék, hanem hogy ezeket a versenyzőket a minél több pont megszerzése érdekében van, milyen gyorsan tudják majd ugye leelőzni, ha egyáltalán lehet majd erről beszélni, ugyanis az első futamon hát nem azt láttuk, hogy könnyű lesz előzni. Tóth Dávid autója lila, azt mindig nagyon könnyű észrevenni, megmondom őszintén, én nem annyira a mezőny elejét fogom most figyelni, szóval azt ráthagyom rajtnál, hanem Tóth Dávid is a átlósan mögötte mellette lévő Kis Norbit szemlélem majd, és hát nézem, hogy túlélik-e. Most is a képernyő bal oldalán látszanak. És itt közben megcsodálhatjuk a rajtrácsot. Varga Péter indult tehát az érről. Így is van, és ebben a pillanatban el is tudnak jönni. És ha minden igaz, akkor nagyon szépen kapta el. Igazából, sőt, gyönyörűen, hiszen ő fogja, ha minden igaz, akkor elsőként teljesíteni azt a jobbost, így is van. És akkor mögötte ugye Simon Tamás, aki biztos, hogy a második helyen kezdi meg ezt az első kört, és aztán jönnek még jó néhányan, viszont ha jól látom, akkor Tóth Dávid meg fogja tudni előzni Danis Richardot, így is van, bemegy oda mellé, vagy aztán mégis összeértek egy pillanatra, és Danis Richard, ő szerintem még az is lehet, hogy kiszáll ebből a futamból. Ott egy nagyon keményet kapott. Erre visszaesik Kis Norbi mögé, és nem tudom, hogy pont vele érte össze, de ott biztos megsérül az autó, és közben az élen is pozícióváltás, miközben még egy baleset megelőzik. Az Szabó László fordult. Varga Pétert megelőzi Simon Tamás. Mi történik itt? Norbi már a hatodik helyen van, Tóth Dávid a nyolcadik helyen áll. A rajtról jó lesz látni néhány visszajátszást, ugyanis tényleg egészen kaotikusan alakult, és ugye itt az is kérdés, hogy Dávidot is ugye meg tudják a versenybírók ezért akár utólag büntetni. Ugye beszéltünk arról, hogy 5 pontos büntetést is már kapott versenyző, meg hogy mennyire sérült az autója, és itt a visszajátszás. Behúzódik Tóth Dávid Danis Richard mögé, és nem volt teljesen mögötte. Lehet, hogy ebbe is ugyanúgy volt lag, mint Norbi esetében, mivel nem hiszem, hogy szándékosan az egyenesbe így neki menne Magyarország legjobb iRacing-ese az ellenfelének. Szóval abszolút nem hibáztatnám ezért még teljes mértékben, de ő a hibás, ha ez úgy történt, ahogy mi is láttuk. Ugyanis Danis Richardot nagyon durván kiszedte a versenyből, ráadásul ő ugye bajnoki riválisa. Vettem egy nagy levegőt igazából, mert majd nagyon kíváncsi leszek, hogy mi történik. Kinek van itt? Kis Norbi! Le van szakadva az egész autó! A motorháztető, a hátsó lökhárító! Vége ennek a bajnokságnak, én ezt kimerem jelenteni. Itt valami nagyon csúnya dolog történt, és ez nem a rajtnál történt. Ugyanis a rajtot a hatodik helyre feljöve túlélte, és gyönyörűen abszolválta, és... Nagy Ádám szintén elhagyta, úgymond a motorház. Te itt mi az? Te jó Isten! Roncs Dervit látunk, kérem szépen! Ez a visszajátszás! Befordulnak el, és neki megy!
Leitner Norbi neki megy Norbinak, ahogy elkerülni a felrepülő autót, és Norbi tehetetlenül repül tovább, és Tóth Dávid is benne volt ebben az akcióban. Tömegkarambol, Jézus úristen, repkednek a versenyautók. Tóth Dávidot telibe talált ott valaki, és ha minden igaz, akkor az ő versenyének is vége. Minden élmezőnybeli játékos, e-pilóta gyakorlatilag kiszáll a második futamból. Tömegkarambol, Roch Derby. Te Jézus, Atya, Úristen! Miket látunk itt? Ha ez a valóságban lenne, most nem kiabálnánk, azt hiszem. Leamortizálják! Amit szerencsére senkinek a testi épsége és a vagyon értéke sincsen veszélyben. Ez nagyon durva. És kíváncsi lennék, hogy megérik-e ezek a hosszú szervizek. Én gyanítom, Dani, hogy az nem szervíz. Én szerintem az végleges kiállás, igen. Nagyon úgy tűnik nekem. Nem mozdulnak azok az autók sehová, szerintem. Pedig a bajnokság szempontjából úgy, hogy Dávidnak egy picit sérült volt az autója, amikor összeért ugye Dani Srihárddal, és Norbi két pozícióval már előtte volt. Jót tett volna, ha most egy kicsi pontot tudnak hozni Dávidon. Ugye a probléma ilyenkor az, hogy Dávid és Norbi ezzel gyakorlatilag ugyanannyi pontot szerez, nem változik a különbség. És ez is ugye Dávidnak kedvez, mivel ő vezet, minél kevesebb futam van, minél inkább neki jobb és neki kedvez. Egészen elképesztő jelenetek ezek, egyáltalán nem számítottam rájuk. Azt vizsgálom, hogy ugye ezek a nevek folyamatosan kapják majd a plusz köröket, tehát Dani Srihárd, Kis Norbi, Leitner Norbert, Tóth Dávid, ők tehát abszolút kiszálltak ebből a versenyből. Tehát a fordított rajtrácsos Road America Folkers versenyén ők nem fognak célba érni, és annak ellenére, hogy ugye ne felejtsük el, hogy elvileg mindenkinek jár a pont, na most, hogy itt a helyezéseket is regisztrálja ezáltal a verseny, az egy jó kérdés, mert megmondom őszintén, hogy aki ilyen módon nem tudja teljesíteni a futamenetét, azt gondolom, hogy na azért ő nem biztos, hogy akár, hogy saját vétség, akár nem, de a pont az nem feltétlenül járna. Mert ha még ezek után is jár, akkor viszont Kis Norbit előrébb sorolja a számítógép, nem is kevéssel, mint például ugye Tóth Dávidot, és akkor megint lehet egy picit számolgatni. Rajtott közben Norbi onboardjából a Facebook oldalán, nézem vissza, ugyanis ő is közvetít, szóval addig kommentált az izzó fékeket és a jeleneteket. Rós András és Péter Varga is csatázik egymással. Igen, ugye Varga Péter indulhatott az érről, Rós András közben már elé került, tehát három pozíciót esett vissza az előző versenyen a tizedikként célba érő úriember. És hát ugye hoppott közben megint valakinek, mint hogyha szinte az egész hátulja leszakadt volna. Tóth Dávid. Tóth Dávid megpróbál még körözni azzal az autóval. De érdemes is, mert ha ezért pont jár, akkor ő így van. Kiment, így 14. helyre feljött, és megelőzte például Kis Norbit, aki amúgy egy ilyen sérülés után nem is értem, hogy miért mentek be egyből a boxba. Menni kell, és ez egy újfajta bajnokság, ez egy újfajta verseny. Nem egyenesen haladó autók versenye ez. Így kell Roncsal bajnokságot nyerni, kérem szépen. Tóth Dávidnak megvan az a lehetősége, hogy egy szinte totál káros autót terelgessen, de a pályán tudja tartani. Hát szenzációs és egyben mókás jelenetet láthatunk. Itt nem is látszik igazából, hogy mennyire van tényleg
demoralizálva igazából az egész Verda, de a lényeg, hogy mindegy, hogy hányan köröszik le, hányan hagyják le, óriási, ahogy csúszkálva, de ott van az aszfalton Tóth Dávid, és 14. helyen be akarja hozni ugye az autóját, mert miért ne tenni, valóban pontot ér. És ez nagyon-nagyon sokat jelent most számára. Séta autókázik, bár megmondom a Frankót, és kis Norvi is ott van egyébként, úgy tűnik, hogy akkor visszajött a pályára, ő is úgy van vele, hogy nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását. Hát javítani nem igazán tudtak semmit ezeken a BMW-ken, úgyhogy most jelenleg két verseny zajlik. Az egészséges autóval körözők között, és a roncs derbi résztvevőit is láthatjuk egyúttal a pályán. Egészen elképesztő. Danis Richardnak viszont az autója egy fokkal azért, sőt, nem egy fokkal, hanem egészen jó állapotba került, igazság szerint, úgyhogy ő még azért megpróbálhatja befogni egyébként Tóth Dávidot. 16 másodperc, bőven van elég ideje, hiszen láttuk, hogy Tóth Dávid autója kegyetlen állapotban van. Közben nem tudom, hogy sikerült-e a felvételek alapján kiszűrni valamit, Dani. Hát azt nézem, közel voltak egymáshoz többen a nagyon gyors jobbos kanyarba, ott a hátsó egyenes részen, és úgy látom, mintha egy versenyző vagy a közelség miatt, de inkább magától eldobta az autó a hátulját, és bepörgött a pálya közepére, és azt nem tudták kikerülni. Amúgy Norbi szépen kikerülte, érdemes megnézni, és aki nem tudta kikerülni, az ilyen ilyet mozdulattal nekicsúszott Norbinak, hogyha ott a nem kikerülő fél csak befékez egyenes vonalba, akkor Norbi most már harmadik lenne, vagy második. De mindenki hirtelen akart kapkodva cselekedni, és Norbi gyakorlatilag már kikerült az akciót, a pálya mellett mentő nem is vesztette el a stabilitását, de van, akik hirtelenebb, pánikreakciósabb rántás mozdulatot végeztek, és azok bizony csúnyán belecsúsztak. És ezzel tönkretéve a versenyét. Kicsit olyan, mintha eléd ugrik egy vad, akkor lehet érdemesebb fékezni egyenesen, mint újabb baleset. Ovád Márton Dániel esik vissza, pörög meg a Porsche 911 GT3 R-jével. Szóval érdemes néha csak fékezni, mint hogy belehúzni az árokba. Itt látszik a visszajátszás. Lukács Attila. Nem Lukács Attila. Beteszi mellé valaki, és aztán neki csúszik a belső ívről, ahogy aláfordult az ellenfelének, amúgy is instabil volt az autója, ahogy próbált jól kigyorsítani, de Szabó László volt az, igen, aki betette mellé a belső ívre, de Szabó László alapból a pálya szélén volt, ezt nagyon-nagyon elrontotta. Ő szélesre vette azt a kanyart, és igen, ott lehet, hogy Lukács Attila megpróbálta megfogni a pozícióját, de nem sikerült. Miközben Danis Richard, hát maradjunk annyiba, hogy ezerszer gyorsabb most, mint Tóth Dávid, úgyhogy be is fogja fogni. És ő még lehet, hogy azért, hát nem tudom, hogy a 14. pozíciónál előrébb tud-e kerülni Tóth Dávid. Amit most ott bűvészkedik igazából azzal a roncsal, vagy autóra emlékeztető négy kerekivel, az egészen zseniális. Minden kasznit építeni, hogyha végül is bekorcsolyázhatsz a célegyenesen belül. Tóth Dávid 14 másodpercre van egymástól. Norvinak egy kicsit hamarabb kellett volna elindulnia, és akkor csatázhatnának ketten most a pályán. Nagyon-nagyon hasonló állapotban van a két autó. Amúgy nem tudom, én is egyébként gondolkoztam azon, hogy ez szép is jó, hogy ők ilyen autóval gyakorlatilag megpróbálják végig terelgetni valahogy. Miközben ugrottunk egyet a képkockák között, a visszajátszásokat illetően. Szóval, hogy szerintem meg fogjuk nézni megint. Igen. Ez már csak a vége. Na itt a kék autót kell figyelni a boly elején.
a kéket Norbival, hárommal előtte. Itt mindjárt jön egy jobbos kanyar. Nézzük meg, hogy egymáshoz érnek-e esetleg a bolyt vezető első két tag. Úgy látszik, hogy igen! Egy kicsit igen! Meglökték! Azt, aki megcsúszott, és Norbi ott már repül, mert pont azt hiszem Leitner Norbi igen. rántotta bele ugye a hetes rajtszámmal az arany fekete BMW-vel, és talán pont Leitner Norbi volt az, aki neki ment. Nem, Sinka Dániel okozta ezt az egészet. Hát szerintem a versenybíróság ezért nem fogja megdicsérni. Sinka Dániel támadta az előtte haladót, amúgy Sinka Dániel most vezeti a versenyt, és óriási tempóval ráesett, be se tudta venni. Nem biztos. Megmondom az őszintét, hogy ebből a kamerálásból sem egyértelmű, hogy ténylegesen neki ment. Szerintem felülről jól látszott, neki ment. Így alapból nem csúszik meg egy autó, főleg, hogy sokkal lassabban ment, ilyen hirtelen nem csúszik meg az az autó. Sinka Dániel ott nem mérte ezt fel, hogy mennyire gyorsak előtte, és itt utána nem nagyon tudták elkerülni a versenyzők az akciót. Tényleg ez egészen elképesztő. Ez a nagyon nehéz a fordított rajtrácsos versenyekben, hogy lassabb versenyzők vannak előtted, és ezt meg kell érteni. Ez kicsit olyan, mint amikor na. én versenyzem. Lehet, hogy ugyanúgy lag, mint például... Ez az. Én nekem is ez a megítélésem. Egyébként Leitner Norbi azért ment neki kis Norbinak. Na megpróbáljuk itt még egy kameraállásból felmérni a dolgot. Nézzük csak, nagyon közel van. Úgy érzékelte, hogy hozzáért. Itt... Még mindig nem tudom megmondani, az az igazság. Annyira közel vannak egymáshoz. Látod, Norbi kikerült, de Leitner nem tudta, olyan hirtelen rántott a kormányon, és Norbi ugye ott volt mellette, és a falhoz lökték. A Leitner ott egy kicsit befékez, vagy... De annyira hirtelen történt ott előtte, persze, hogy keresztbe állt, hogy egyszerűen nem tudott mit csinálni, aztán egy kicsit a fizikának ellentmondóan repkednek ott az autó. Itt nincsenek nyilak, mint a Need for Speedben, hogy itt a visszapillantóba kéne másodperc tört része alatt belenézni, nyilván nem tudta, hogy hol van mellette Norbi. Hú. Ő is csak elkerülte volna a belecsedet, mintha rá is lépett volna a fékre, és mintha blokkolta volna egy kicsit a hátsó kereket, és befordult volna Norbi irányába. Ilyenkor néha jobb csak egyenesen ugye neki menni a másiknak, és kilökni magad elől. Láttunk erre példát, hogy valaki direkt nem is kerüli ki, akit kilök, csak löködi, tudjátok így. Így nyomja előre, miközben Leitner Norbi is küzd az autójával, mert egyszer úgy is kikerül előle, és akkor kicsit olyan, mint a Titanic, hogy ugye, ha nem kerülték volna ki a jéghegyet, sok szakértő azt mondja, jobban járhattak volna, ugyanis akkor csak az autó arra sérül, így meg az autó, az esetben a hajó teljes része sérül. Ami még érdekes az az, hogy Leitner Norbinak nincs lámpája. Igen, neki nincs gyakorlatilag orra az autójának. Itt az éjszaka, ez nagyon-nagyon segítő lehet a versenyzésben, és mondtam, hogy kis Norbi 14,5 másodperce volt Tóth Dávidhoz képest, ez a különbség 8 másodpercre redukálódott, szóval bajnoki küzdelem. Az az igazság. Igen, roncs derbi részeként. Hozzáteszem egyébként, hogy én még mindig hajlok egy picit afelé, hogy ez nem feltétlenül tisztességes a többi teljes tempóval haladó autóval szemben, ugyanis azért valljuk be, hogy ők jóval nagyobb sebességgel körözgetnek, és ezért főleg amilyen Tóth Dávidnak az autója, és ahogy csúszkál, abban azért benne lehet természetesen próbálj elengedni a többieket, de hát azért láthattunk. Igen, hátul szintén kicsúszott ott valaki. Sinka Dániel vezet, és második futam győzelméért megy. Hozzáteszem, szerintem Ovád Márton Dániel itt időközben ismét meglátogatta a pályaszélet, ott még egy nagyobb bukó rész volt, és gyakorlatilag jó megúszta. De azért ő is amúgy az élmenők lehajaz, mert szeretné leamortizálni az autóját. Közben ott már megy a villogás ezerrel, és itt megpördült, igen, de szerencsére simán vissza tudott jönni. Szenzációs, amit a második verseny egyelőre hoz nekünk. Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy a versenybíróság ezt biztos, hogy meg fogja vizsgálni. Nem érzem Sinka Dánielt, hogy mondjam, hibásnak, de nem tudom megállapítani, hogy hozzáérte vagy sem.
A másik pedig az, hogy ezt is biztos vagyok benne, hogy át kell, hogy beszéljék, hogy vajon így körözhetnek ezek az autók, mert, hogy mondjam, tehát ezt én úgy gondolom, hogy még szimulátorban sem feltétlenül szabad így hagyni, mert oké, hogy nem veszélyeztetnek fizikailag senkit, de azért veszélyes. Főleg tényleg Leitner Norbinál láthattuk, hogy semmilyen kivilágítása nincs az autónak gyakorlatilag. Sinka Danielnek nincs megsérülve az autója, szóval simán lehet, hogy ő nem ért hozzá is. És ha nem is magától csúszott meg az előtte haladó, maximum a játék hitte úgy, hogy hozzáért, az is lehet, hogy magától csúszott meg, akkor viszont nagyon-nagyon szerencsétlenül korrigált, ugyanis ezeket az autókat ez nem olyan nehéz megfogni, ha megcsúsznak, ezek nem formula autók, és ilyet ritkán látni, hogy fűhöz hozzá nem érve, csak szigorúan aszfalton, még nem is rázókövön, így eldobna egy versenyt, vagy egy bolyt nagyon előhaladó versenyző az autóját. Ez nagyon-nagyon trükkös, hogy miért vállalsz felelősséget, mert ezek az esetek úgy tűnik, hogy azért elég gyakran előfordulnak, ami azt illeti, hogy kicsit hosszabb az autó eleje, mint ahogy a versenyzők gondolják, ugyanis a játék ugye óriási tempók miatt egy kicsit jósolnia kell, hogy hol lesz az autó, és ezért lehet egy kis extra kiterjedése, ugyanis már pár tized másodperces kísletetés is ugye sok-sok métert jelent ekkora tempónál, és ez bizony nagyon-nagyon nehéz programozás szinten a játéknak, és ebből fakadhatnak az, hogy néha máshol van az autó, mint ahogy azt a játék gondolja, és egy idő után, vagy sok játék után ez viszonylag kiismerhető lesz, hogy én emlékszem, hogy a régi Forma 1-ben nekünk is volt olyan, hogy ki tudtunk úgy lökni valakit, hogy nem is löktünk ki valakit nagy féktávon, ha nagyon megközelítettük hirtelen satúfékkel, akkor a játék azt hitte, hogy meglökjük, de közben nem értünk hozzá, és egy idő után így elkezdték osztani erre is a büntetéseket a szervezők mindenféle bajnokságban, ugyanis úgy voltak vele, hogy a versenyzők egy idő után ezt már kiismerik, és hogy nehogy ezzel visszaélés legyen. Az autódért még, ha nem is feltétlenül te vagy a hibás, ugyanúgy, mint egy házi állatért, vagy bármi másért, te vagy a felelős, és kis Norb és Tóth Dávid 2 másodpercen belül ér, és ez valószínű nem lesz egy olyan hosszú csata, mint az első versenyen, ugyanis Norbi autója azért szebb állapotban van, mint Tóth Dávid, és sokkal inkább egyenesen tud haladni, bár az egyenesben nagyon-nagyon hasonlít a tempójuk, de Norbi, mint a kanyarokban stabilabb lenne. Kíváncsi vagyok most már, csak azért is nézzük meg a visszavágót az első verseny után, még ha teljesen más formátumban is, hát ezek nem GT3-as autók, hanem GT-roncs 5-ös autók. Nagyon nehéz szavakat találni most erre, mert meg fogja pillanatokon belül előzni kis Norvi egyébként Tóth Dávidot, ha csak nem akaszkodnak megint össze. Egy pont múlik ezen, és igen, közben a versenyt vezető Sinka Dániel kijön a kötelező kiállására, üzemanyagot tankol, mindössze kereket nem cserélnek ilyenkor, ugyanis az túl sok időt venne igénybe. Az első futamokon én sem tudtam, hogy van-e kerékcsere vagy nincs, de aztán jó néhány néző elmondta a tutit, és mondták, hogy nem éri meg, nem kopik annyira a gumi, és hogy túl sok időt vesz igénybe. Tóth Dávid, mintha végig driftelne, de azért, mert az első tengely hátsóhoz képest teljesen absztrakt módon áll, de ami a legérdekesebb az az, hogy védi a belső ívet, hogy ő komolyan nem adja ezt a pozíciót, és akkor innen, most ne kapcsoljunk el, Norbi Tóth Dávid mellett a külső íven meg fogja próbálni körbeautózni a bajnoki riválisát, és egy ponttal, ha csak egy ponttal is, de ugye itt mindenki pontot kap, a 14. helyen egy ponttal többet fog kapni, ha itt ér be, és itt intik le őket, mint Tóth Dávid a 15-én, aki azért bebenézett még a belső ívre, az egyenesben egészen ráesett Norvira, és ez egészen elképesztő. Nézzék meg a kedves nézők, hogy hogy áll a kormánya, egyenesben bal oldalra, balos kanyarba, egyenesre, nem is tudom, hogy lehet vezetni így egy autót, ezt nem találom normálisnak, egészen elképesztő. Na, egy dolgot mindenképp ki lehet jelenteni, hogy ne dolgozna meg azért a címért, azt nem lehet rásütni, mert hogy
ezen a versenyen jóval többet kell ott ügyeskednie a kormánnyal, mint szerintem egészen eddig az összes futamot egybevéve, az egyszer biztos itt lehetett látni. Csodálatos 120 km/h gyönyörű előzés volt, de én akkor is a mondó vagyok, hogy majd nézzük meg egyébként az élmezőnyt, tiszteljük meg őket azzal, hogy ha már ilyen szerencsétlenség történt, hogy ez igazából az ő versenyük, annak ellenére, hogy tényleg a képen látható két úriember az, aki a végső csatát vívja majd, de az az igazság, hogy ez picit parodizálja azt a fej. Hogy ez nagy lehetőség lett volna, ha nem esik ki ő is. És ő ugye nem a balesetben esett ki, vagyis esett hátra, nem esett ki, a 13. helyen áll. De két kör hátránya, hanem ugye Tóth Dávid lökte meg. Viszont itt pedig Henrik Dávid, Urik Tamás és Fecske Tamásnak is van lehetősége. Fecske Tamás egyébként az mostani futamon mutatja meg magát először, már mint ugye a mai napon, hiszen az előzőn már ott volt, de ettől függetlenül számára ez óriási tett lehet. Közben viszont Sinka Dániel azért eléggé komoly tempót diktál, és még egyszer mondom, ő az, aki esetleg Spa után, ugye ott is óriási szerencséje volt igazából, hogy a második futamot meg tudta nyerni, de milyen érdekes, hogy olyan versenyzővi avanzsálhat, aki nem igazán szólhat bele, hoppá, miközben egy komoly tempót próbál diktálni. És hogyha minden igaz, akkor lehet, hogy ott jó kis előzést bemutathat. És ez a dobogó legalsó fokáért zajlik, Ullik Tamás és Henrik Dávid László között. És lehet, hogy kívülről körbe fogja tudni autózni, megcsinálja! Így van, nagyon szépen. Ullik Tamás kívül ott tartotta az autót, Dávid László is meg kell hagyni, nagyon szépen meghagyta neki végig az egy autónyi helyet, és a következő kanyar kombinációra is végigvitte a bátorságát, és most már óriási lendülettel egy másodpercet ki is autózott. Jól láttam, hogy ott megint parkolt valaki a pálya szélén egyébként, mint hogyha megpördült volna, lehet, hogy csak egy kósza reflektort láttam, már immun is a parkoló autókra a szemem, ugyanis annyit láttunk ezen a versenyen. Minden esetre, ahogy mondod, Ulrik Tamás tehát megfogja a harmadik helyet, Henrik Dávid pedig szépen próbálja majd a negyedik helyet megtartani, miközben Rós András az, aki szépen az élen halad. A hatodik rajthelyről igazából jelenleg az első. Ez pedig egy óriási teljesítmény az ő részéről, hiszen senkitől sem zavartatva. Most meg nem mondom hirtelen, hiszen azért láttuk már jó néhányszor a boxot, szóval a nagy kavarodás miatt is ugye azért néhányan betértek, megpróbáltak azért valamit javítani a roncs autóikon, de hogy ugye a 40 percesen azért legalább egyszer kötelezően meg kell látogatni bizony a virtuális szerelőket. Ulrik Tamás pedig, ha minden igaz, akkor ezt most meg is fogja tenni. Egyébként az ő autójának az eleje is egy picit furcsánál. Lehet, hogy azért ott is kapott az a Porsche. Minden esetre én most... Nem hogy Sinka Dániel Rós Andrishoz képest milyen távolságban volt? Körülbelül ugyanis Rós Andris jelentősen tovább tud kimaradni a pályán, és eddig Sinka Dániel vezette a versenyt, de itt gyakorlatilag a mögévágás működik, ugyanis Sinka Dániel valószínűleg kevesebb üzemanyaggal kezdte meg a futamot, azért is lehet egy gyors az első stintbe, aztán hamar ki kellett állni a tankolni, de ilyenkor ugye újra nehezebb az autója. Rós Andris most könnyű autóval köröz, és minél tovább kimarad, annál több időt nyerhet Sinka Dánielhez képest, ugye azért, mert kerékcsere nem történik, szóval a Sinka Dani nincsenek frissebb kerekek ilyenkor fenn, és 38 másodperccel vezeti Rós András a versenyt, ugye eddig Sinka Dániel vezetett, jól emlékszem, és lehet, hogy ez megfordulhat stratégiából, ami egy új futamgyőzelmest, új futamgyőztest hozhatna nekünk. Teljes egészében egyébként jól mondod, és hozzáteszem, hogy még mindig magabiztosan köröz Rós András, tehát ráadásul, hogyha előbb a képernyőn a valós dolgokat látunk, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy igen, akkor Sinka Dániel egy picit be is ragadhatott ott a duón mögé, úgyhogy meglátjuk, hogy például mit tud kezdeni majd ugye Henrik Dáviddal, mert hogy Ulrik Tamás egy picit el tudott lépni ott előtte, szóval neki még azokat a harcokat is meg kell vívni, amiközben Rós András, hogyha minden igaz, akkor igen, meglátogatja ő is a boxot. Na nézzük, és mert igazából... lesz látni. Azért ez viszonylag nagy előny, meg hogy Varga Péter is gyakorlatilag, miközben Tóth Dávid behozza a kis matchboxát, és majd tekernek rajta kettőt.
visszarakják a tükröt, meg az egyéb dolgokat, és akkor tovább dodgemezik majd a pályán. És hogyha jól látom, akkor Varga Péter is kijön, tehát akkor ő boxban nem fogja tudni megelőzni Rós Andrást. Ez már biztos. Nagyon-nagyon hosszú ez a box kiállás, és Sinka Dániel itt jön el az egyenesbe, és Rós András ott a kiáraton, és ez elképesztően szoros lesz. Rós Andrásnak a boxba visszahűhetnek ilyenkor egy kicsit a gumiai szerintem, és Sinka Dániel 3 tizeddel van mögötte, de lendületből esik rá, és innen, ha jól gyorsít ki, akkor az egyenes végére mellé is érhet, ennél szorosabb nem is lehetne, de ami a jelen álláspontot illeti, Rós András stratégiailag visszaelőzte Sinka Dániel, és mostantól már mindenkinek a végéig van üzemanyag az autóba, és ez egy teljesen fair csata lesz az utolsó 11 percben arról, hogy Sinka Dániel megszerzi-e a második futamgyőzelmét idén Spa után másodszorra nyerhetne itt, hogy Rós András újonc futamgyőztesként egy új nevet és egy új autót vezet a pódium tetejére. A csata viszont nem új keletű, miközben Zambó Balást láthatjuk, hogy majd elhagyja a boxot, hiszen ugye Spában ugyanez volt a sorrend, csak fordítva, kérem szépen. Tehát akkor... Tóth Dávidot, akit most megelőztek amúgy, hogy... Nem gondoltuk volna, hogy mellékszereplővé Avanzsál egyébként, ugye a bajnoki tabellát vezető e-sportoló, de nagyon úgy tűnik, hogy ez most, hát bizonyos mértékig természetesen róluk is szól, kis Norbival, illetve Danis Richarddal, és még a ponttáblázat élén szereplőkkel, miközben ez egészen elképesztő. Egy full sötét Verdával köröz Leitner Norbert, hiszen gyakorlatilag nincs orra és az autójának. Meg szerintem éppen Tóth Dávidot, aki azáltal visszaesett a 16. helyre, és így Norbi már 2 pontot hoz rajta ezen a versenyen. Ha itt nem látja a pályát közben, itt, bocsánat. Ez nem normális, hogy itt nem ez... tudom, hogy lehet közlekedni. Nem, de ezt nem is szabadna engedni szerintem. Tehát nem vakon vezet. Mi történik? Itt egy jumpscare, egy ilyen Slenderman, hogy álljon előtte. Szerintem akkor átugrana a szimulátorba, hogy a következő 2 fordulóra különböző sérülések miatt nem tudna jönni. Az autót nem lát, az autót idézőjelben, azt a fém dobozt, ami 4 keréken valahogy még gurul a pályán. Én nem értem, nekünk ilyen sötét és ő... Nem tudom, szerintem egyébként lehet, hogy ő fölvette a fényerőt, vagy én nem biztos, tudom, hogy... Biztos, valamit hekkelt, hogy ez jó legyen, de hát most is, hát ott a por, hát ráment a fűre, szerintem ő se tudja, hol van, lehet, hogy a térkép alapján tájékozódik. Gyakorlatilag már a 66-os úton vezet valamerre. Nem tudjuk. Egy kis folt a pálya közepén köröz. Ez biztos. Azonosíthatatlan guruló tárgy. Ennyit tudok hozzátenni, de az biztos, hogy Leitner Norbert gyönyörűen terelgeti a bádok dobozát. Az élen közben 8-9 tizednél stagnálódik most Rós András előnye. Úgy tűnik, hogy van nála tempó, több mint amennyit a verseny elén láttunk. A verseny elén egyszerűen nehezebb autóval ment, mint Sinka Dániel, és ezért tudta Dani őt így megelőzni. Leitner Norbi közben lassít azért, hogy elengedjen egy versenyben lévőt. Ezt nagyon-nagyon tisztán tette. Itt látható az első 2 csatája, Sinka Dánielnek itt össze kell nagyon-nagyon szednie magát, hogy legyen esélye támadni, mert Rós András most maga előtt látja a győzelmet és egy új fokozatba kapcsolt. Azon kívül, ha a bal oldalon nézitek már az első 10 helyezettet szemléve, a 10. helyezett 1 perc 26 másodperce van lemaradva, eléggé szét van szakadva a mezőn, nincsen sehol csata, szóval hát legalább ezek a veszélyes jelenetek egy kicsit szórakoztatnak minket. Spában egyébként annyiban volt másrabb, hogy ott is 7,53 ezreddel volt lemaradva, hogyha jól emlékszem. Ugye Rós András, akkor Sinka Dánielnek az ölébe hullott ugye az utolsó körben a győzelem. Itt viszont most megvan a lehetősége arra a két versenyzőnek, hogy óriási csatázzon, és hogy revansot vehessen ezáltal ugye Rós András. Nyilván ott nagyon sok mindent már nem tudott tenni, hiszen az utolsó 1-2 kanyarban dőlt el az, hogy ki hanyadiként fut be Belgiumban. De itt azért ez még sokat jelentett, és úgy érzem,
hogy élni akar ezzel a lehetőségével, mert nagyon oda teszi magát, és valóban egészen elképesztő. Mert olyan, mintha magasabb fokozatra kapcsolt volna, mert most már majd másfél másodperc a különbség a két versenyző között, ez az egyik. A másik, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy Sinkat Dániel vett volna egy picit vissza, és úgy van vele, hogy nem érezte, hogy annyi erő lenne még az autójában, vagy egyáltalán benne, hogy megfogja Rózs Dávid, Rózs Andrást. Szóval, hogy itt van egy kínálkozó lehetőség, hogy kétszeres futamgyőztes lehessen, ugye a KTM-nek Simliga iRacing első szezonjában is inkább azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem, én a biztos második helyet választom. Egy ilyen kaotikus futamban én még ezt is meg tudom érteni, de talán arra nagyobb lehetőséget látok, hogy Rózs András azt mondta, hogy turbófokozat, nekem ez a futam kell. Csata, közben a 9. helyért Szilvási Patrik követi Zambó Balást, aki egy Audi R8-al versenyez, ezt sem láttuk sokat, ezt az autót. Most látjuk először, szerintem. Már amennyit látunk belőle, szerencsére itt jól működik egyébként, ugye. A két lámpa, és nagyon szép, ahogy túrusol igazából az a Porsche 911. Ez a kigyorsítás, Szilvási Patrik a külső ívről próbálkozik, nagyon hamar kihúzódott a szélárnyékból, szóval itt, ahogy megkapja az ő autója és a légellenállást, nehéz dolga lesz, hogy az egyenesben tempót nyerni Balázshoz képest, de Balázs a belsőben korán fékez, és Patrik kívülről elmegy, izzana a fékek. Éjszaka amúgy a motorsportban ez az egyik leglátványosabb elem, ahogy a fékek izzanak. Meg az, amikor egy reflektor nélküli autó halad és köröz a pályán. Talán az még látványosabb, csak ugye az a valóságban elég elképzelhetetlen lenne. Minden esetre ugye Tóth Dávid kezdben egyébként a monitor szerint a 16. helyen halad Leitner Norbert előtt, és ugye kis Norbi, aki a 14. őket tényleg csak azért említjük meg, mert a pontversenyben ugye előkelő helyen állnak. Danis Richard pedig a 13. tehát itt egy-egy pont különbség lesz a versenyzők között, de Tóth Dávid nem fogja tudni növelni az előnyét. Ami ebből a szempontból a bajnokságot illetően azért mégiscsak fontos, de az meg még inkább fontosabb, hogy Rózs András megszerezheti az első futamgyőzelmét, és ezzel már ő lenne a negyedik, aki egyébként ebben a bajnokságban igazából felállhat a virtuális pódium legtetejére. Úgyhogy az mindenképp egy fantasztikus dolog lenne az ő számára, hiszen második helye már van, az is egy nagyon kaotikus verseny volt, legalábbis ami a végét illeti. De ugye ezekkel a lehetőségekkel élni kell. Egyébként sokszor, ez egy nagyon, számomra egy érdekes téma, Dani, nyilván ezek a versenyzők ugye minél jobb helyezést szeretnének elérni, minél inkább arra törekednek, hogy kihozzák magukból a maximumot. Igen ám, de azért valljuk be, hogy az élmenőkön kívül sokszor azért ott van a játékosokban, hogy izgulnak, annyira fókuszálnak, hogy tényleg azért apró hibákat elkövetnek, ezért is haladnak a közép, vagy illetve a hátsó mezőnybe. Szóval, hogyha egy ilyen lehetőség az ölükbe hullik, ezt nyilván mindenki máshogy tudja feldolgozni, de azért időnként ez abból a szempontból veszélyes tényleg, hogy az izgalom az mégiscsak a tetőfokára hág, és lehet, hogy az ember pont ebbe hibázik bele, nem? Bár egyelőre Rózs Andrásnál ezt nem látjuk. Igen. Az izgulás az egy jelentős dolog, és valaki fázik tőle, valaki izzad tőle, valaki jobb lesz tőle, valaki gyengébb lesz tőle. Mindenki az előbbibe szeretne tartozni, hogy jobb legyen tőle. Az a legideálisabb helyzet. Egyelőre nagy hibákat nem láthatunk, de ugye a sok apró tesz össze, mondjuk egy gyors körön, időmérőn, meg versenytempón azt a különbséget, ami természetesen a nyers képességekbe is rejlik azért, amit látunk azért a legjobbak és a nagyon jók között. Hát most a legjobbak a képen láthatók, már amennyire látszanak egyébként. Ugye a világítás az természetesen azért valamennyire kirajzolja őket, egy fokkal Rózs András azért mégiscsak jobban látható, hiszen ő kapja hátulról a fényt, és úgy tűnik, hogy azért sikerült megszilárdítania, mondanám én, de ez nincs most már egy másodpercen túl, sőt, 5-6 tized mindössze, és azért 2,5 perc még hátra van, illetve ne felejtsük el, hogy ha lejár az idő, akkor azt az utolsó kört még teljesíteni
tenni kell, de ettől függetlenül a pálya bizonyos szakaszain azért el tud lépni, minthogyha Sinka Dánielben tényleg nem lenne most több, nem biztos, hogy képes megfogni, sőt, megközelíteni ellenfelét, miközben Leitner Norbert láthatjuk továbbra is ebben az autóban, ami nem tudom, számomra... Én biztos vagyok benne, tehát nem tudom azt elképzelni, hogy ezekkel a játékosokkal, vagy úgy az egész mezőnnyel ne beszélgetne el a versenybíróság. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy születik ebben döntés, mert ez... Bár nem tört, hál' Istennek, nem történt egyébként azon a nagy... nem is tudom... Baleseten kívül igazából semmi egyéb, de ettől függetlenül pont egy ilyen pályán, ahol teljes egészében beesteredik. Miközben ugye... már nagyban lengetnek, és akkor nem is megy végig a 20 perc, vagy az az ember de már... De megy, az valószínűleg kék zászló volt. Ja, lehetséges, igen. Hát a zászlók színét is látjuk, de már kicsit azt hittem, hogy előre gyakorol igazából, vagy már ő is rossz időben jött ki. Ezen a versenyen bármi megtörténhet szerintem. De Rós András szépen terelgeti a BMW-t, mögötte Sinka Dániel, ő is nagyszerűen versenyzik egyébként. Úgyhogy azért azt hozzáteszem, hogy ugye Rós András a 9. volt a versenynapot megelőzően a 77 pontjával, ugyebár Sinka Dániel pedig az 5., ő már 105 pontot gyűjtött, úgyhogy neki is az a 26, meg amit az előző futamokon gyűjtött, az sem egy rossz dolog, úgyhogy szépen felzárkózhat majd. És ezzel azért kicsit megbolygathatják a ranglistát, még hogyha nem is ugye az első hármasnak a helyzetét. És akkor szerintem Rós Andrással menjünk végig ezeken a kanyarokon, nézzük meg, hogy hogyan kell újonc futamgyőztesként terelgetni a BMW-ket, ahhoz, hogy tényleg az első helyen nincsenek le. Nem tudom, hogy... Igazából ezeken kívül a magyar versenyeken milyen elképesztő sztorik láttak már napvilágot, de hogy ebben a bajnokságban, meg az e-sport történetében is az egyik legőrültebb versenyt láthattuk, az egyszer biztos. Óriási karambol volt, gyakorlatilag a rommá tört legalább egy fél tucat, ha nem több autó. És aztán így az élmenő kiszállásával lehetőséget kapott Rós András, aki Spa után, ahol még csak második hely hullott az ölébe, itt azért többet kellett tennie azért nyilván, hogy ez összejöjjön neki, de a 6. helyről rajtolva az első helyen ér célba, kérem szépen, Sinka Dániel pedig mögötte, Szabó László 3. szeli át a célegyenest, és hozzáteszem, és hogyha jól emlékszem, akkor Spában a 2., nem az első futamon, igen, Szabó László volt a 3. akkor is. Tehát úgy tűnik, hogyha valami nagyon nagy, előre be nem kalkulált szenzáció történik, akkor ez a 3-as magához tudja ragadni igazából a lehetőséget. Rós András, Sinka Dániel és Szabó László, és Varga Péter is. Igazából behozza az autóját, meg Henrik, Dávid, Úrik, Tamás, ők is nagyot autóznak, és Fecske Tamás, aki egyébként a mai napon újoncként debütált, ez a 7. hely, mint ahogy Lukács Attilának a 8. szintén, még tényleg akkor is, hogyha legalább 4-5-en kiszálltak onnan előlük. Ez azt gondolom, hogy sokak, hogy mondjam, magabiztosságát megerősítheti a továbbiakban. Kellenek az ilyen versenyek is, amikor nem mindig azok nyernek, akikre előzetesen számítunk, és akkor a roncsát valahogy elvezetgeti igazából. Bár nem, ez egy másik lila autó, hogyha minden igaz, ez Lukács Attila lesz, kicsit összetévesztettem, mert... Milyen hangulatvilágítása van bent, aki már készül az estére, a partira, a 8. hely után, bekapcsolta a ledeket, az erotikus fényekkel, és átszeli a célvonalat. Így van, ő is azért beterelgeti szépen, meg Szilvási Patrik is, jön Zambó Balázs is, éppen leintenek mindenkit igazából. És akkor szerintem pillanatokon belül láthatjuk majd a végeredményt. Nagyon nehéz egy ilyen verseny után mit mondani, így van. Rós András tehát, Sinka Dániel és Szabó László, amint a Spában az első futamon is látható volt.
annyi különbséggel, hogy akkor Sinka Dániel volt az első helyen. Hú, hát te kis Norbert azért 14. helyen, Danis Richard a 13. helyen, Leitner Norbert a 15. miközben Tóth Dávid a 16. helyen ért célba, és ugye ne felejtsük el, hogy ezek azért ugye pontot jelentenek. Méghozzá ugye a 13. hely az 12 pontot, a 14. az 11-et, aztán 10-et és 9-et, tehát Tóth Dávid azért itt is szerzett 9-et, de hát várjuk ki a végét, hogy megkapják-e. Nem lehet tudni, hogy végül a versenybíróság utólag majd mit ítél. Az élen nem változik semmi, ennek ellenére. Akkor is, hogyha megkapják a pontot, és akkor is, hogyha nem. Annyi talán, hogyha a pontokat elosztják, és hogyha a matematikám az nem csal, hogy Danis Richard és Kis Norbert pont egyenlőséggel fog állni, hogyha minden igaz, mert Kis Norbi talán egy ponttal ugye megelőzte az első futam után Danis Richardot, úgyhogy nagyon kemény küzdelem várható. És hát úgy tűnik, hogy azért itt nagyon kevesen múlhat igazából, hogy egy versenyen végül mi történik, főleg a fordított rajtrácsos eseményeket illetően. Utolsó két versenynapot illetően, Danni, mit gondolsz? Ezek a 40 perces fordított rajtrácsos futamok, ezek végül ezek lesznek azok, amelyek eldönthetik, hogy végül is akkor ki lesz a bajnoki cím, mert nagyon úgy tűnik, hogy itt tényleg minden megtörténhet egy-egy versenyen. Igen, így van. Hát például itt is ugye, ha Norbi éppen közel volt ahhoz, hogy túlélni az esetre, tudja, Dávid pont már belekerült, ugye hátulról érkezett, nagyon sok pontot tudott volna most hozni, ha ez túléli, és gyakorlatilag fej-fej mellett haladtak volna újra, az utolsó két fordulót így kezdték volna meg, de most az élet úgy keverte a kártyákat, hogy az első három helyezésen belül egymáshoz érkezett be, Danis Richard, Kis Norbi és Tóth Dávid sorrendben, ugye Leitner Norbi, Kis Norbi és Tóth Dávid közé került, de alapból tényleg nagyon-nagyon együtt voltak, és egy-két ponttal szereztek más pont egységet a többiekhez képest, vagyis ugye egymáshoz képest. Elfáradtam, megmondom őszintén, szerintem a mezőny is elfáradt, hosszú várakozás után azért egy olyan fordulót láthattunk most, amit nem számítottam rá, hogy itt az aerodinamikából, a repülés szempontjából is fel kell készülnem, meg hogy éjszaka ilyen erdőben való kóvájgást látok lemerült zseblámpával, mint egy horrorfilmbe, de gratulálunk természetesnek a dobogósoknak és az új futamgyőztesünknek, Rós Andrásnak, ugyanis ezeket a futamokat is meg kell nyerni, valakinek ott kell lenni, és le kell csapni a lehetőségre, és a kérdésedre válasz, igen, ezek a második versenyek, ezek általában sokkal rizikósabbak, sokkal akciódúsabbak, mint az első versenyek, és ezek azok a versenyek, amiken sok pontot lehet nyerni vagy bukni a riválishoz képest. Négy verseny van még hátra, kettő forduló, Dávid előnye még mindig jelentős, szóval ő várja továbbra is favoritként a folytatást. Hát egyesek összetörtek, de szerencsére csak a virtuális világban, és csak az autójuk, még mások egyébként valószínűleg, hogy hát kitörő örömmel fogadták azt, hogy nagyszerű eredményt érhettek el, ugye itt a második futamon, ugye a Road America Folkerson, hiszen egy óriási baleset révén az élmenők gyakorlatilag kiszálltak a versenyzésből, és így új játékosoknak is lehetősége adódott arra, hogy bizonyíthassanak, és Rós András igazából élni tudott vele, de tényleg szerintem mindenkinek jár a dicséret, az újoncoknak, meg mindenkinek, aki végül ugye a célegyenesen át tudta vezényelni az autóját. Ez volt mára egyébként ugye a közvetítésünk, hát ebbe volt ma minden, úgyhogy elképesztő nagy köszönet jár a nézőknek azért, hogyha kitartottak végig mellettünk a csúszás, ugye az update miatt, illetve utána ezt az egészen elképesztő kaotikus futamot is végignézték velünk. Itt az estébe nyúlóan, nem csak a virtuális versenypályán, de itt is besötétedett elég komolyan. Úgyhogy nincs más hátra, mint szó szerint előre, mert ugye egy hét múlva, szeptember 15-én jön majd Daytona, a Road Course, és ott folytatják a versenyzők. A ponttáblázat az élen nem igazán változott, de aztán
majd, hogyha itt véglegesítik ugye az eredményeket, akkor nyilván a ranglistában azért történtek módosulások. Hogyha tehetitek, akkor kövessétek az eSport 1, 2, 3 TV-ket, hiszen folyamatosan mennek az eSport közvetítéseink, illetve hogyha tehetitek, akkor ne maradjatok le majd az egy hét múlva esetékes újabb dupla futamról. Daytona Road Course érkezik majd, illetve kövessétek az eSport1.hu-t is, hiszen ott minden érdekességről beszámolunk. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, és együtt élveztük végig ezeket a versenyeket. Azt gondolom, hogy te is teljesen teljes egészében új élményekkel gazdagodtál, illetve hát valószínűleg a nézők is. Aztán, hogy kinek hogy tetszett, hát ezt már rátok bízzuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, egy hét múlva akkor folytatjuk, addig is minden jót, és azért, hogyha tehetitek, akkor egy picit óvatosabban versenyezzetek, de amúgy mindent bele. Köszönjük tényleg, hogy itt voltatok, egy hét múlva tehát folytatjuk. Sziasztok! Nincs más hátra, mint... A győzelemhez erőllét, gyorsaság és taktika kell. A monitor előtt is. A hazai e-sport támogatója a K&H Bank. Dönts okosan. Vásárolj most Xbox Game Pass Ultimate tagságot a konzolvilágnál. Játsz több mint 100 játékkal és fedezd fel a következő kedvencedet. Lépést tartunk életritmusával. Az NKM-ből MVM lett. Vállalataink szakértelmének összehangolásával most még jobb szolgáltatásokat nyújtunk. MVM. Otthonunk energiája. Hé, kisfiam, hozd a nehéz tüzérséget! Nem azt! Bevásárolni megyünk! Úszkálsz a pontokban? Mutatom, hol kösd el! Az eSport 1 piacán találsz friss profilskineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért! Addig is csatlakozz az eSport 1 közösséghez!